Nagyszombat Jézus halálára, illetve arra a napra emlékeztet, amikor holtteste mintegy 2000 évvel ezelőtt a sziklában vájt sírban feküdt. Húsvét ünnepének előnapján a keresztény egyházak Krisztus sírjánál időznek és elmélkednek. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, a feltámadási szertartások után a családok ünnepélyesen elfogyasztják a húsvéti vacsorát. A virasztással és az ahhoz kapcsolódó vigília szertartásával érkezik el a keresztény egyházak legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus feltámad halottaiból, hogy minden egyes embert megváltson bűneitől. Székesfehérváron a Szent István Király Székesegyházban 18 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be. Az eseményt a Fehérvár Televízió élőben közvetíti. Húsvétkor számos népi hiedelemmel találkozhatunk, amik közül egyeseknek érdekes eredete van. Hogyan került a nyúl a holdra? Tényleg szerencsét hoz a nyúl lába? Mi köze van a nyúlnak a tojáshoz? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik szombaton a Sóstól látogató központban jártak, ugyanis egy húsvéti túrára invitálták a kicsiket és nagyokat. A vezetett séta során az érdeklődők megcsodálhatták a Sóstó élővilágát, érdekességeket hallhattak az ott élő állatokról, de természetesen a túra főszereplője a húsvéti nyuszi volt. A mai nap során most kicsit így a húsvét, illetve a nyúlhoz kapcsolódó hiedelemvilágot járjuk majd körbe. Lesz szó azért a termékenység ünnepéről, hogyan kapcsolódik ez most így össze a húsvéttal, illetve lesz szó azért a nem szeretem állatokról is, úgyhogy kicsit bővebben fogjuk érinteni az állatokkal kapcsolatos babonát, illetve mítoszokat is. A városban sétálva érdemes néha felfelé is tekinteni, hiszen az épületek tele vannak szépségekkel, érdekességekkel. Éppen ezért gyakran szervez a Turinform iroda olyan városismereti sétát, melynek során a sarokerkélyek rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. A sarokerkélyek az évszázadok során jellegzetes motívumaivá váltak a magyar városoknak, különösen Székesfehérvárnak. Fontos szerepük volt, hiszen jelentősen felgyorsították a városi pletykák terjedését, ugyanis nézelődő, otthonülő vénlányok és unatkozó feleségek remekül belátták az egész utcát. Ezekről a történetekről hallhattak szombaton a belvárosban azok, akik részt vettek a túrán. Mindegyik erkélynek egyedi, a házban egykor lakó családra jellemző díszítése van, éppen ezért mindegyik más, minden napszakban más arcukat mutatják. A sétán résztvevők megcsodálhatták többek között a Jókai utcai, Megyeház utcai erkélyeket, de a Vármegyeháza és a Hímerház különleges építményeit is. Mi nem csak királyi koronázó székváros vagyunk, szoktam mondani, hanem a sarokerkélyek városa. Mert hogy 29-et számoltam meg. 29, most a legszebbek, amik itt vannak a belvárosban, azokat szeretnénk körbejárni. Hát ezek nagyon-nagyon szép dolgok. Nagyon szépen fel is van újítva, mindegyiknek van külön története, és nagyon-nagyon szeretik. Kerényi Virág a hazai divat világának egyik csillogó tehetsége, akit a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ kért fel arra, hogy a fehérvári közönségnek is mutassa meg művészetét és rendezzen be egy kisebb kiállítást az Öreghegyi Közösségi Házban. A neves magyar tervező szó szerint csillogó, hiszen elmondása szerint imádja az extravagáns, szegecses, feltűnő ruhadarabokat. Kerényi Virág az évek során tanult külföldön, neves hazai tervezők mellett gyakornokoskodott, több televíziós produkcióban és hollywoodi filmben is dolgozott, valamint felépítette saját környezetbarát márkáját is. Amik mondjuk itt láthatók, ilyen fejdíszek, kristályos ruhák, csizmák, azokat minden kézzel így babrágatom, ez nekem egyfajta ilyen meditáció vagy kikapcsolódás. Egyébként pedig azt gondolom, hogy az én márkámra nagyon-nagyon jellemzőek a színek. Sok embernek ez már szerintem egy kicsit ilyen túl sok, vagy túl díszített, de inkább ilyen műalkotásként írnám le a tervezéseimet, nem feltétlenül hordható dolgok. A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik. Ez 2024-ben március 31-ére, vagyis húsvét vasárnapjára esik. Ez azt jelenti, hogy hajnalban 2 órakor 3 órára kell állítani az órákat, tehát ezen az éjszakán 1 órával kevesebbet alszunk. Mivel húsvét hétfő is munkaszüneti nap, így talán ez is megkönnyíti majd az átállást. A nyári időszámítás egyébként mindig október utolsó vasárnapjáig tart, vagyis 2024-ben október 27-én kell visszaállítani az órát.
A nyári időszámítást az első világháború idején vezették be, többek között az Osztrák-Magyar Monarchia területén, az Európai Unió pedig 1996-ban egységesítette. Akkor került át a téli időszámítás kezdete az addigi szeptemberi dátumról október utolsó vasárnapjára.